Ingyenes előadásokat tart a Magyarságháza a Határtalanul program keretein belül Budapesten. A Mi Magyarok címet viselő rendhagyó órákra csak regisztrálni kell és kiválasztani azt a témakört, ami felkeltette az osztály érdeklődését. A 2019-es évben közel 5000 diák vett részt a Mi Magyarok rendhagyó órákon. Nem csak történelem órák, első világháborús Trianon történetet feldolgozó történelmi órákon vehetnek részt, hanem a biológia, az élővilág kapcsán irodalmi előadásokat hallhatnak meg. Nem csak hetedikesek látogathatják az előadásokat, hanem alsó tagozatos diákok is. Csibi Krisztina, a Magyarságháza igazgatója szerint nem lehet elég korán elkezdeni, hogy kicsit közelebb hozzuk a gyerekekhez azt az örökséget, amit a külhoni magyarság és az egész Kárpát-medence magyarsága őriz. Ezért minél több magyar lakta területre elviszik ezeket az előadásokat. Nagyon nagy igény mutatkozott arra, hogy ne csak Budapesten szervezzük meg a Magyarságházában ezeket az előadásokat, hanem vigyük el külhoni régiókba és Magyarország 19 megyéjébe is. Elsősorban külhoni partnerek segítik a programok hitelességét és sikerességét. Az előadások ingyenesek, de regisztráció kötelesek, hiszen korlátozott férőhelyen rendelkeznek. A Mi Magyarok előadássorozat turnéztatásáról egyelőre nem mondanak semmi konkrétumot, de hamarosan bővebb információk is várhatók.